Újabb fontos esemény történt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hiszen 2014. szeptember 6-án Fehérgyarmat külterületén megrendezésre került a már hagyományosnak mondható őszi íjászverseny a Kürgyarmat Hagyományőrző Íjász Egyesület szervezésében. A honfoglaláskori harcmodor, az íjászat, a lovaglás szélesebb körű elterjesztése mellett most egy igen fontos mérföldkövéhez érkezett az Egyesület. Egy LEADER pályázat keretein belül 3 millió 175 ezer forint uniós forrásból kaptak támogatást, melyből többek közt a honfoglalás korát idéző jurtákat, felszereléseket és nyilvesszőket is vásároltak. A Hagyományőrzők eszközbeszerzése című pályázat mellett Budaházi Miklós, a Kürtgyarmat Hagyományőrző Íjász Egyesület elnöke beszédében kiemelte, hogy a LEADER pályázaton felül elnyertek egy határon átnyúló közös pályázatot is a Szilágysággal és a Nemzeti Együttműködési Alap jóvoltából is a működési költségeik részleges finanszírozására. Egyesületünk 2004. februárjában alakult, 2003. decemberében beadott alapszabály megírásával, abból a célból, hogy a honfoglalás korabeli íjászatot, lovaglást, lovas íjászatot és kézműves dolgokat felemlítsük, illetve minél szélesebb körben el tudjuk sajátítatni bárkivel, aki erre hajlandó és érdemes. Ebből a célból a tavaly ősszel írtunk egy pályázatot a LEADER-hez, melynek a címe a Hagyományőrzők eszközbeszerzése volt. Hála Istennek ezt a pályázatot megnyertük. E pályázat keretében 2 darab vadonatúj jútára tettünk szert, ezen kívül 5 darab német germán felszerelés sikerült beszerezni, mely a bemutatónk során, amikor a magyar lovasság támadja a germán gyalogságot, ez nagyon jó, mert korhű ruhába tudnak felöltözni. Ezekhez tartozik a 5 darab láncing, 5 darab pajzs, 5 darab sisak és 5 darab germán kard. Ezen kívül a pályázatban még 500 darab nyilvessző volt, mely akár gyalog, akár lovas íjász bárki használhatja, és reményeink szerint legalább 3 évig elegendő lesz az Egyesületünknek. Még ehhez a pályázathoz hozzátartozik az 5 darab lovas íjász nyereg is, mely kifejezetten a honfoglalás korából származik, tehát nem abból származik, hanem hogy a honfoglalás korabeli lovas íjász nyeregeknek megfelelő másolatokról van szó. Ezek is a korhű megjelenítés véget kellettek Egyesületünknek. A rendezvényen beszédet mondott Szalai László, Fehérgyarmat alpolgármestere, aki elmondta, hogy mind kulturális, mind társadalmi, mind történelmi szempontból kiemelten fontos ez az esemény. Ez a mi magyarságunknak szerves része, és minden, ami a magyarság szerves része, az nagyon fontos, mert alap. Azon áll a jelen, és erre épül a jövő. És azok a korok, amely korokban ezeket elhanyagolták és elhanyagoltatták, meg egyáltalán felszámolták, azok romboló munkát végeztek az identitás tudatunkat illetően, mert nagyon fontos meghatározni az önazonosságunkat. És nekünk magyarokhoz, a mi életünkhöz, a múltunkhoz mindez hozzá tartozik. És amikor vannak olyan emberek, akik ezeket felelevenítik, és az elmúlt évtizedekben látjuk a különböző televíziós csatornákon, műsorokban, hogy igenis az országban sok ilyen ember van, sőt nem csak itt az országban, hanem a határon túl is, és gondolok itt a lovasvágtára például, ami számomra egy érdekes, hogy egy Budapesten élő valaki találta ki, nem egy vidéken ezt a sportot űző valaki. Jó, de hát ilyen a menedzser szemlélet, zárójel bezárva, de hál' Istennek, hogy az kinőtte magát egy olyan versenyé, amivel bármikor kiállhatunk a világ elé. Mi itt, akik itt élünk ebben a térségben, ha találunk ilyen megszállott, jó értelembe vett megszállott embereket, mint a szövetségnek, ennek a hagyományőrző szövetségnek az elnöke, vagy ennek a lovas közösségnek a tulajdonosa, akkor ezek a mi számunkra olyan ösztönző példák, amely példákat követve más területen is elindulhatunk, hogy különböző szegmenseit megfogva a kultúránknak, különböző szegmenseit átölelve a közösség formálásoknak, ezekből részt vállaljunk. Csodálatos jó érzés látni itt a idősebb, most értem a 45-50 éveseket ez alatt, és a fiatalabb korosztályt, amikor is ez a lovaglás, az íjászat
lebontja a különböző generációk közötti válaszfalakat. És amint hallottuk itt a bevezető gondolatokban is Szabó úrtól, nekünk nem adatott meg a mi korosztályunknak, én falusi gyerek vagyok, én úgy lovagoltam, hogy amikor ekekapáztuk a krumplit, vagy a napraforgót, vagy a kukoricát, akkor fentülhettünk a lovon, nem elől vezettük, hanem fentülve a lovon vezettük a lovat. Ennyi volt a lovas kultúrából részünkre, és most a fiatal generációnak megadatik, hogy mindez hobbiszerűen üzze, és ne úgy, hogy egy úri huncutságnak számítson, hanem az egészséges életre nevelésnek része legyen, mert igenis az is igaz, ami elhangzott, mind testi, mind lelki, mind szellemi értelemben ez formálja és alakítja az embert. Végül a résztvevők meghallgathatták Petraskó Tamás Magyarság ma című előadását is, és élvezhették a szabad levegő, a sport és a honfoglaláskori történelem egy korhű darabját.